A szomszédvárok csatáját a borsodi rangadót hozza el a hétvége. A DVTK Mezőkövesden zárja az év idegenbeli fellépéseit. A miskolci pirosfehérek helyzete nem lesz egyszerű, hiszen a bajnokság meglepetés csapata a harmadik helyen álló mezőkövesdiek otthonában senki sem mehet biztosra, ám ennek ellenére győzelem a cél. Eseményekben gazdag napok állnak a DVTK labdarúgó csapata mögött. Ugyanis a miskolci kedvencek hazai pályán fogadták a bajnoki címre törő fehérváriakat, és bár jól játszott a Diós Győr, a mezőnyben egyenrangú ellenfél volt, de a kapu előtti befejezésekben jobb volt az ellenfél. Majd jött az MTK elleni hosszabbításos Magyar Kupa vereség, ami sokat kivett a pályára lépőkből, és sikerélményt sem igen hozott, de túlórát azért igen. Éppen ezért a borsodi rangadóra készülés egyik legfontosabb eleme a regeneráció volt. A MTK kupa mérkőzés után a legfontosabb cél, hogy feltöltődjön a csapat, és szombaton teljes harci díszben győztesen jöjjünk el Mezőkövesdről. A kupa mérkőzés hibái a kijavítandók átbeszélése után a hét második felében már csak a mezőkövesdi bajnokira figyelt a csapat arra, hogy az évből még hátralévő két bajnoki találkozón minél több pontot szedhessenek össze. Nagyon nehéz mérkőzés lesz ez is, hiszen a dobogó harmadik helyzetjéhez látogatunk. Borsodi rangadó, ami azért annak más pikantériája, mint a többi mérkőzésnek. Ugye itt megtudtam a statisztikákból, hogy az utóbbi időben nem sok siker volt Mezőkövesden, de Újpesten sem nagyon sok siker volt az elmúlt időszakban, úgyhogy én örülnék, hogyha ezeket a sorozatokat szépen lassan mindig megtörnénk. Feckó Tamás elmondta még, a legkevesebb gólt a Mezőkövest kapta a bajnokságban, a támadójátékhoz pedig nagyon gyors embereik vannak, a kontratámadások, a labdabirtoklás erőssége a Kuttor Attila edzett együttesnek. A DVTK vezetőedzője szerint komoly előnybe kerülhet az a csapat, melyik gyorsabban, jobban tud alkalmazkodni majd a fagyos, jeges talajhoz. A borsodi rangadó, a Mezőkövest DVTK bajnoki szombaton délután 2:30-kor kezdődik.